A Bátaszéki Központtal működő Kész Közúti Építő és Szolgáltató Kft. 1993-as alapításától kezdve sikeresen és eredményesen vesz részt Tolna megye, valamint a környező térség, megyék önkormányzatainak közlekedési célú fejlesztéseiben. Hozzáértéssel, felkészült szakmai stábbal teszik a munkájukat már 25 éve, ezt bizonyítja az is, hogy a cég jubileumi ünnepségén rengeteg partnerük vett részt. I wanna be kissed by you, just you, nobody else. I wanna be kissed by you alone. Ugye amikor a rendszerváltás időszaka volt, egy nagyon pozitív időszak volt mindenki életében, viszont pár év után elindultak negatív irányú folyamatok, a privatizációra gondolok, és az én akkori munkahelyemet is fenyegette a privatizáció veszélye, és ennek kivédésére gondoltuk mi, hogy a mi szakmai tudásunk és hozzáállásunk talán megengedő, hogy megéljünk abból, és elindítottuk ezt a vállalkozást. Nagyon kockázatos volt, és elég csodálom is azokat az embereket, akik társultak hozzánk, hát hiszen az első fizikai dolgozóknak a munkavállalása nálunk az mai ésszel egy óriási kockázatot jelentett. A Kész Kft. Üzletfeleinek 90%-a önkormányzat, ezért is fontos, hogy a cég partnerként tekint a településekre. Semmilyen tartozásuk nincs, ugyanakkor jelentős forrásokkal rendelkeznek, amelyek biztosítják az önkormányzati megrendelések, Európai Uniós vagy egyéb pályázati források esetleges elhúzódó elszámolása mellett is a zavartalan teljesítést. A kezdetektől az volt a filozófiánk, hogy mi ne egy szokásos vállalkozás legyünk, aki az eredményére és a bevételére harcol, hanem nyújtsunk egy komplex szolgáltatást, egy segítséget a partnereinknek. És én azt gondolom, hogy ezt a megrendelők méltányolták, és ez volt az egyik záloga a sikernek. A másik pedig hát azért a partnereink, a beszállítók, meg a saját dolgozóik nálunk egy teljes biztonságban vannak, és ez nagyon fontos. A megrendelők pedig elégedettek a Kész Kft. Munkájával. Több mint 10 éves kapcsolatunk van a vállalkozással, és azt gondolom, hogy ez a munka az folyamatosan fejlődött az elmúlt években, és jó minőségben dolgoztunk, úgyhogy büszkék vagyunk arra az együttműködésre, amit ki tudtunk alakítani. Konkrét számokat is tudok mondani a 10 évről egyébként. 1,3 milliárd forint értékben végeztek a városnak munkákat, több mint 700 helyszínen. Ez 20 km járó és 15 km út felújítást, építés jelent, illetve 300 új parkoló kialakítását. Hát számokban ez jelenti az elmúlt 10 évet, és arra is szeretnék kitérni, vagy büszke vagyok arra is, hogy tulajdonképpen a vállalkozás a városi rendezvények támogatásában is részesített, a társadalmi szerepvállalásban is, ahogy a lehetőségeik megengedik, folyamatosan ott vannak és a város mellett állnak. Bonyhádváros önkormányzata is hosszú évek óta dolgozik együtt a Kész Kft.-vel. Az elmúlt évek tapasztalat alapján azt mondhatom, hogy gyakorlatilag minden zökkenőmentesen zajlik, amikor velük kötünk szerződést. 2018-ban két utcánk is megújulhatott, egyrészt kormányzati támogatásnak, önkormányzati támogatásnak és az ő kivitelezésüknek köszönhetően. Ez volt az egyik a Móricz Zsigmond utca, a másik pedig a Bezeredi utca, ami új aszfaltréteget kapott a városlakók megelégedésére. Remélem, hogy a jövőben is tudunk majd együtt dolgozni, és lesznek olyan forrásaink, amelyel újabb utak újulhatnak meg a városban. Megbízhatóság, pontosság, precizitás. Bátaszék polgármesterének ezek a fogalmak jutnak eszébe, ha a Kész Kft.-ről kérdezik. Ezek jellemezték a város és a Kész Kft. Hát szinte azt lehet mondani, hogy 25 éves kapcsolatát, mert a kezdetektől fogva egymásnak partnerei voltunk, és külön öröm volt számunkra, amikor a 2000-es évek közepén a Kész Kft. Ügyvezetője Könyves József úgy döntött, hogy igazán a székhelyet Bátaszéken kívánná kialakítani. Mi annak idején mindent elkövettünk, hogy ez így is történjen, és hát ma a 25 éves jubileum kapcsán is ugye ezen a szép telephelyen vagyunk. A város sokat köszönhet a Kész Kft.-nek. Egyrészt szinte azt lehet mondani, hogy az útépítési beruházásaink teljes mértékben az ő közreműködésével valósultak meg az elmúlt 25 esztendőben, és emellett a Kész Kft. Nagy mecénása a város társadalmi szervezeteinek, rendezvényeinek. Nem tudtunk soha úgy jönni ügyvezető úrhoz, hogy támogatást ne kapjunk valamilyen rendezvényhez. A megrendelő megbízása, megelőlegezett bizalom, vagy a Kőműves József, a Kész Kft. Ügyvezetője, aki több évtizedes tapasztalatát és a cég vezetését most átadja fiainak. A biológia az ilyen, halad előre az óra, és egyrészt változnak a technológiák, változik az informatikai rendszer,
Meg hát az ember fárad, és én azt gondolom, hogy most van annak az ideális időpontja, amikor ezt a váltást meg lehet tenni. Lévén, hogy önkormányzati választások is lesznek, ott is véletlenül személycserék fognak végrehajtódni, a cég is 25 éves, megrendelkezésre áll a fiatal erő a cégnél. A két testvér Kőműves Krisztián és Kőműves Péter együtt vezetik a céget a jövőben. Már mind a ketten évek óta itt dolgozunk, tehát Krisztián 7 éve, én most már ez az 5. éve lesz, tehát igazából ugyanazt fogjuk folytatni, amit eddig is csináltunk, csak nagyobb felelősséggel és odaadás. Hát az odaadás az eddig is megvolt, de a felelősség az növekszik is. Kisgyerekkorunk óta végig kísért minket maga a cég, tehát a cég jelenléte, és félig tudatosan, félig inkább apa irányítgatásával, ugye egyikünk elindult a gazdasági pályán, másikunk az építőmérnöki pályán. Akkor egyébként nem teljesen gondoltunk még bele, hogy ez lesz a teljes életünk. Aztán így az évek során szépen-szépen belenőttünk, és most már évek óta tudatosan készülünk erre a váltásra is. Úgy gondolom, hogy azért elég szép volt az előttünk álló példa. Ugyanezt próbáljuk követni mind a partnerekhez való hozzáállásban, mind a minőség, tehát a minőség mindig az első. Kőműves Krisztián és Kőműves Péter az édesapjuktól tanultakat megfogadva a mai kor dinamikájának megfelelően járnak tovább azon az úton, amely a Kész Kft. És megrendelőik jövőbeni sikereihez vezet. Ezért a továbbiakban is számíthatnak rájuk, legyen szó önkormányzati utak, burkolatok felújításáról, vagy a mélyépítés bármely más részéről.